Sziasztok, üdvözlök mindenkit, na próbálok egy kicsit arrébb menni, ahol nem süt a nap szembe, de majd valahol itt jó lesz. Egyébként itt vagyok Soroksáron, itt látszik a háttérben az állomás. És ugye miért vagyok Soroksáron? Hát ugye aki látta azért az előző nagyburmás videómat, az sem már sejteti ebből is, de én most ugye másik irányba, ugye arrafele fogom menni, és majd a kisburmát fogom bejárni. Ami a múltkor kimaradt, ugye a sötétedés miatt. Úgyhogy ez itt lesz errefele a kihúzóknál. A kisburma története az annyi, hogy egy kerülő út a Fradi meg Soroksár között. Meghasználták ott ipartelepeknek a kiszolgálására is. Itt van ezt a szakaszt, ezt már jóval korábban megszüntették, ez már fizikailag sem létezik. Hát valamikor a 80-as években, amikor az M5-ös autópálya épült, akkor már felszedték egy szakaszát, mert hogy az autópálya épült a töltésnek a helyére egy részén. Viszont a 90-es évek, azt hiszem 2006-ban bontották el véglegesen fizikailag is, de a 90-es évek közepéig itt egy szakasza még üzemben volt, egy tüzéptelepet, azt hiszem egy tüzéptelepet szolgált ki. De majd meg fogjuk nézni. Tehát itt ez majd egy olyan vonalbejárás lesz, a Hosineket nem nagyon fogunk látni, sőt szerintem egyáltalán nem. Egy-két utcanév, egy-két szelvénykő, meg esetleg egy-két betonalja az, ami ugye majd tavalda, hogy itt vonat járt, meg esetleg a nyomvonal még, ahol nem épült be, ott látszik. Én majd később fogok jelentkezni innen Soroksár végéről. És egyébként itt a kisburmának egy része, azt hiszem, az úgy láttam, hogy a vonatból kihúzó vágányként még megvan, de majd ha közelebb megyek, akkor meg fogom mutatni. És itt vagyunk most már lassan a Soroksár állomás végénél, és mindjárt jön egy konténervonat, azt megvárjuk. Aztán majd mutatok még egy érdekességet. Gyese vesz Szili. A 150-es vonalon bizony erős a teherforgalom, mert itt Soroksártól nem messze van a Birk, ami ugye egy hatalmas logisztikai központ, és onnan nagyon megy a teherforgalom minden irányba, és amit itt láttok szembe, ez egy pillér, és itt van a másik oldalt is egy. Ez bizony, ez egy régi felüljáró volt itt volt egy közúti felüljáró, és Soroksáron. Erről azt hiszem annyit tudok, hogy valamikor azt a második világháborúban ezt lebombázták. Ugye, amikor a vasútállomás bombázták, akkor ez is kapott, és akkor ugye egy megsérült és le kellett bontani. És ugye és nem épült újra. Azóta sem. Ami hasonló van Rákoson is, ott is a közúti felüljárót lebombázták, de ott gyalogosként újjáépült oda egy gyaloghíd. Hát itt vagyunk most fönt. Hát itt látszik a felvezető töltése is. Bizony, itt volt a Sinek túloldalára egy közúti felüljáró. Hát a túloldalt is csak a
maga a pillér, meg a felvezető út maradt meg. De ott élva találás a magánterületen is van, úgyhogy még ennyire se lehet bemenni. És arrafele meg már ugye a Sodoksári út, itt a Pest Erzsébet van. Hát arról jöttünk, arra van Budapest így tovább. És ott lesz majd a kis Burma is, ez kihúzó vágányként. A nagy Burma pedig arrafele ér véget. De hát azt már egy előző videóban bejártam teljes egészében, úgyhogy akit az érdekel, majd megnézi. Szerintem be is fogom ide szúrni majd a linket. Akkor egyre másszunk vissza, és akkor irány tovább. Majd jelentkezek mindjárt a Burmától. Hát itt vagyunk, ez már a kis Burma, ami megmaradt belőle. És eddig még fényes a sí, használják is. Itt csatlakozik be az átmenőbe, ugye. Az ott legtávolabb az átmenő, ez megint csak egy, már egy mellékvágány, és ez itt a Burma, amíg egyenesen megy. És kihúzó vágányként maradt meg belőle ennyi. És ez nem is még a... Ez nem is a második vágány lesz, ha egyszer elkészül, mert az ott mellette van. Ez kihúzóként meghagyták és még üzemel is. De ez már a kis Burma. És egyébként nem csak nekem, de több burmás videónál is, meg jó, azt lemarasodom fó, de nem. Pont úgy süt a nap, hogy nem nagyon lehet látni, de... Na szóval, több burmás videónál is így felmerült kérdésnek, hogy miről kapta a vasúton a nevét. Aki a kis meg a nagy Burma egy. Hát erre mondjuk több lehetséges elmélet is van, de igazából hivatalos, illetve megcáfolhatatlan, nem tudok már beszélni se, az nincsen. Szóval az egyik elmélet az, hogy amikor építették, akkor volt egy burmai háború, vagy Burmában egy háború, és akkor arról kapta a nevét, mert hadiszélokra épült főleg, ilyen kerülő útként. A másik pedig, ami kicsit hihetőbbnek tűnik, hogy az a nagy Burmához kapcsolódik, hogy a vasútvonal mellett, vagy a kijelölték a nyomvonalat, ott volt egy ilyen gettó, vagy hát egy ilyen Putin negyed, ilyen nagyon ilyen nyomort anya, és azt hívták Burmának, így ilyen szlengbe. Az mondjuk olyan, mint az, aztán Dunaújvárosban hívják Chicagónak, meg a Békésen Párizsnak, az ilyen nem igazán elit negyedet. És akkor azután kapta a nevét, hogy a Burma vasút. Hát, nem lehet ezt így tudni. Ez a két lehetséges elmélet az, amit ugye sok googlizással ki lehet deríteni, hogy ezekről kaphatta, de egyébként nem tudja senki. Viszont volt egy olyan infóm is, ezt szintén valaki írta az egyik fórumban, aki még utazott akkor a vasútvonalon, mikor a Burma fele volt elelve a forgalom, itt Sodoksár meg Fradi között. Ugye pont itt mellettünk is volt a vágányfelújítás. Hogy volt, amikor a hangos bemondó is így mondta, mert akkor nem gépi hangos volt még Sodoksáron, hanem élőszavas, hogy a Burmán átindul vonat a Ferencvárosba. Hát nem tudom, ez érdekes lett volna egy hangfelvételt mondjuk csinálni. Hát akkor közben haladunk egyébként tovább a Burmánnal, és akkor itt már látszik, hogy rozsdás a sín, ezt kihúzóként erre használták viszont. Felújítva azért föl lett, mert ugye betonaljas, tehát amikor itt az állomást rendbe kapták valamennyire, akkor itt ezt is, tehát a kihúzó vágányként megcsinálták. És akkor még megvolt a fizikailag, ez 2001 környékén, 2001 közepe, 2002 eleje környékén volt. Akkor ezt addig fel is újították. És még megvolt, igaz, azt hiszem a forgalom akkor nem volt rajta, de a sinek még megvoltak egy darabig. Véglegesen csak 2006-ban bontották el. Tehát haladunk,
mindjárt ott elérkezünk a, ott az évig, ahol befordult, és körülbelül addig van meg a párgány. De majd mindjárt megmutatom azt is. Hát itt vagyunk, eddig van meg a vágány. Látjátok, hogy kis burma, ennyi maradt belőle. És innestől már sín nélkül, tehát ezt itt hivatalosan is el lett bontva az egész. Hát, ez a fal, ez nem tudom mit keres itt, szerintem ez még a múltkorában nem volt itt, amikor erre jártam. Ki is bontották már szépen. Mindegy, és akkor haladunk különbe. És ott még van egy felső vezetéktartó oszlop is, meg még egy. Mint ugye eddig még, hát olyan, hogy annól kihúzták a tyúkbelet is. Csak még, már még azt nem igazán értem, hogy minek. A burma az nem volt villamosítva, az biztos. És akkor itt szépen bevágásban ment itt. Itt fordult el, Délpest fele, tehát hamarosan. Majd itt meg egészen a délpesti kórházig nagyjából nyomon lehet követni. Legtovább addig volt meg. Úgyhogy hát látjátok. Most itt a itt a sinek helyén sétálok. És itt már ugye sok nyoma nincsen. 2006-os bontás. Úgy emlékszem, hogy valami átjáróban még a betonaljakból építettek ilyen, hát úgymond Demszki bunkókat, hogy ne parkoljanak oda. De majd meglátjuk, meg esetleg egy-két szelvénykövet itt meghagytak. De más itt biztosan nincsen. De majd, hogyha találok valamit, azt meg fogom mutatni. Itt ezt a szakaszt nézzétek, nem is hallottam olyan sokat. De itt már azért látszik, hogy itt már azért a természet nagyon visszahódította, ami az övé. És hát mondom, hogy ja, tehát az most így kb. 12 éve lehetett itt az, hogy felszedték a sineket. És szerintem az ágyazatot egyébként itt se, csak azt meg már benőtt tagot, azért nem látjuk. Hát azóta meg tessék, szeméttelepként funkcionál. Szétszóltak ide pár köbméternyi szemetet. Látszik, de vasútnak viszont semmi nyoma. Eddig elérkeztünk, itt egy volt útátjáróig, és ennyi van. Ott a vasútban, egyébként bemutatom, hogy onnan jöttem. És a vasútból ennyi maradt. Ez a két betonalj. Még benne van a fatipli is. Hoppá, hát ennyire. Igen. Na, ilyen az, amikor elkolhat a fatipli, így kézzel be tudom tolni. Hát itt meg egy másik, szintén betonalj. Hát mondom, ez ilyen Demszki bunkóként funkcionált, hogy ide autóval ne jöjjenek be. És ugye az útátjáróból is valószínűleg kiszedték a sineket. Szivatalos bontás volt, és innen is kiszedték. De egyébként itt jött a vágány, ahol most sétálok. Igen, meg valószínűleg egyébként volt itt egy csatornázás is. És akkor amiatt az aszfaltot is felszedték, és akkor meg már mindegy, hogy a sineket is kiszedik. Egyébként általában, hogyha ilyen bontások is vannak, ilyen sínfelszedés, az ilyen régi utátjárókból, ahol ugye rendesen körbe van aszfaltozva, nem szokták kiszedni a sineket. Mert ugye ahhoz kell akkor a közútnak a hozzájárulása is, meg ugye betont kell fölverni, vagy hát aszfaltot. Na tessék, betonaljak itt is. És azt valószínűleg a közút az így nem szokta, hogy azt mondja, hogy ahogy jó van az úgy, maradjon csak benne, aztán majd, hogy majd ha lesz közúti felújítás, majd akkor esetleg. De most azért ne verjük szét a közutat, mert ki kell szedni ott egy vágányt, mert eddig se zavar senkit, hogy ott van. Tehát valószínűleg felszedik előtte utána sineket, és az a sínszal, ami az útátjáróban volt, azt ott hagyják. És ennek, hogyha volt fénysodompó, azt leszokták szerelni, és egy hivatalos elbontásnál. És egyébként még most is, tehát itt így nyílegyenesen ment a vasút. Na és azért sem szokás azért mindig, hogy alaposok nélkül egy hivatalosan ugye megszüntetni egy pályát meg felbontani. Mert akkor nem csak a sineket meg a talfákat meg felszedni, hanem sokszor még rá is fedik a mávra, hogy akkor rekultiválni kell teljesen a területet, és akkor abban még benne lehet az is, hogy a talajcsere végig, hogy a dízelmozdonyok által elszennyezett talajt is így kell cserélni.
pláne, hogyha még régen gőzösök is jártak arra. Úgyhogy azért van rengeteg olyan vágány még manapság is, ami vasúton és ami ilyen hivatalosan csak szünetel a forgalom, és nem szedik föl, még a Nagy Burma is ilyen, tehát... De egyébként az nem is baj, mert hogyha most ott van, éppen nincs útba senkinek, nem terveznek oda semmit, akkor miért nem adadjon. Na, haladunk, tehát a vasút területe azóta se épült be. De ugye szemétnek használják, tehát látszik, a szeméttelepnek használják, az ország még már életében is így volt. Erről már Moldova is írt, az akit a mozdony füstje megcsapott könyvében, ami a vasútról szól, hogy rendszeres probléma volt ez a MÁV-nál, hogy hordták a vasúti töltés mellé a szemeteket, és nem tudtak vele mit csinálni, mert az önkormányzat az nem járult hozzá sok helyen a feltakarításához. Ahogy így biztosan le van írva a könyvben, hogy ha jól emlékszem, akkor érdem volt ilyen. Az önkormányzat azt mondta, hogy hát ehhez nekik semmi közük, ezt mind a vonatból dobálják ki, ami ott van mellette. Mert nyilván azért a rossz mosógépet, meg a fürdőkádat is nyilván a vonatból szokták kidobni. És szerintem ott a következő, jelen ott az a háttérben az a kocsi van, szerintem az lesz az, hogy ott lesz az a tüzértelep, ami a legtovább életben tartotta ezt a szakaszt. De majd mindjárt megnézzük. Mondhatom, hogy igen, innen jöttünk, és ez már egy ilyen, úgymond az ilyen városi szakasz. Szóval a 99-es busz is erre járt, de és lehet, hogy ez volt az a telep, ami akkor még egy tüzértelep volt, és ezt szolgálták ki utoljára, ez valamikor azt hiszem 1995-ig. Vagy lehet, hogy az a másik lesz ott mögötte. Biztos, hogy valahol eddig még megvoltak a sinek, egészen azt hiszem 1909. Hát illetve jó a sinek, azok 2006-ig megvoltak, de itt még volt kiszolgálás olyan 1995 környékéig. Itt valahol ezen a környéken volt egy tüzértelep. És az volt az utolsó, ami még életben tartotta ezt a vonalat. Aztán utána megszűnt az a tüzértelep is, és ugye onnastól kezdve már nem volt rendszeres forgalom sehol. Hát itt nem tudom, hogy ez volt-e, vagy a másik, de majd mindjárt kiderül, hogy egy kicsit közelebb megyek. És megvan. Itt volt régen a tüzértelep. Hát látszik, annyira megszűnt, hogy már a nyomai is elvesztek, de itt volt az iparvágány végig, itt ment, itt mellette, és utoljára, ugye ez volt az utolsó, ahol még kiszolgálás volt, és eddig itt meg is voltak a sinek. Mondjuk ezek a kövek itt lehet, hogy még az ágyazatból valók. Mert azért ilyen szokatlanul széles ez a földút, mert ugye itt ment mellette a vágány. És az volt ott az iparvágány kapuja. Mindjárt mutatjuk. Ez bizony, ez az. Itt volt régen az iparvágánynak a kapuja, mely hálata. Hát ez ugye még alakat is rajta van. Ezt így itt hagyták. Elosdásodni. És ugye elnézünk itt befele. Itt jött végig az iparvágány. És itt egy tüzértelep volt, és olyan 1995 környékéig ide még volt forgalom, meg fuval. És valahol ott lehetett az út túloldalán szerintem a váltó. És valahogy így jöhetett ide az iparvágány, ott ágazott ki. Ott egy váltóval, és akkor itt az úton két vágány ment át. Mindjárt mi is átmegyünk. Majd, hogyha egyszer... Nem, majd jelentkezek a túloldalról. Itt vagyok. Tehát szerintem valahol itt lehetett a váltó. És akkor így ott egyenesen ment a vágány, így valahol jöhetett. És így csatlakozhatott be oda a tüzértelepbe, és akkor innen egyenesen ment tovább a délpesti kórházig. Lassan mi is ott vagyunk. Úgyhogy majd később akkor jelentkezek. Itt még lehet, hogy egyébként hogy valami tárgyi emléket is fogok találni. Hát
vasutat még mindig nem találtunk, legalábbis való nyomot, de viszont egy Depeche Mode CD az itt volt a földön. Meg egy hóembernek a maradványa, ez maradt még itt. És itt nem tovább a vasút, tovább. De hát itt aztán már végképp semmi nyoma nem maradt. De a nyomvonal az jól kivehető, viszont itt teljesen eltakarították még az ágyazatot is. Úgyhogy haladunk tovább egyenesen. De ez lesz az a környék, ahol valószínűleg semmi érdemlegeset nem fogok találni. Majd talán ott a délpesti kórház után. De majd megmutatom azt, hogy ha valamit látok, akkor azt majd megmutatom. Itt van a délpesti kórház mellettünk. És onnan jöttünk. És itt megy tovább a burma. Hát, itt már úgy tudom, hogy jóval korábban felszedték, tehát amikor az M5-ös miatt föl kellett szedni a szakaszt, akkor úgy tudom, hogy akkor egészen idáig meg is szüntették a vágányt, és csak a túloldalig hagyták meg. De itt már az lesz a bravúr, hogyha találok valamit. Bár itt valahol egy picit később van egy vasút utca, annyi őrzi még az emlékét a burmának, de valahol itt lehettek a sinek, ahol most sétálok. Tehát az biztos, hogy itt középen ment. Tehát itt a nyomvonal még valamennyire kivehető. Hát más nem nagyon. De igen, itt van, igen, ez az ott a kórház épülete. Adunk, hát még egy-két kilométer, és ott vagyok az M5-ösnél. De majd jelentkezek még, hogyha találok valamit. Itt már nehéz nyomon követni, hogy merre mentek a sinek, de szerintem ott valahol benne az erdőben, csak ezt így nehéz oda bemenni, de mindjárt próbálok itt. Vagy lehet, hogy itt mentek ezen az úton egyenesen, nem tudom. Viszont van ott egy kő, ami nekem nagyon gyanús, tehát szerintem ez egy régi szelvénykő lesz. Igen, ez úgy tűnik, mint egy régi szelvénykő, tehát szerintem ennyi maradt a vasútból. Hát, vagy pedig egy távíró oszlop volt, vagy hát annak így a beton alapja. Nem tudom. Benézek ide, hát ha találok valamit. Ott van még egy ilyen, tehát biztos, hogy a vasút itt ment valahol a környéken. Lehet, hogy pont itt egyébként. Vagy esetleg itt mellette, mert ez így gyanús itt. Ez olyan, mintha egy töltés lenne. Hát lehet, hogy itt lesz. Hát akárhogy is, már nem sok maradt a vasútból. Egyszerűen semmi nyomát nem látom. Hopp, egy videókazetta. Meg nem is egy. Na, itt már egy kicsit szétnézek komolyabban. De vasútnak a maradványát nem látom, viszont azt látszik, hogy személytelepnek azért használják az erdőt. Hát igen, itt nem lehet tudni, hogy itt a bevágásban ment a vasút vajon, vagy ezen a töltésen, mert az előbb töltésnek néztem, az csak eddig tart, úgyhogy azt is el tudom képzelni, hogy itt ment ebbe a bevágásba. Nem baj, hogy abszolút nincsenek már itt nyomok. Bár, azaz. Na, azt hiszem, most találtam valamit. Na, ez már egy nyom. Ez itt egy szelvénykő, 64-es, tehát valószínűleg ugye nem Soroksáról számozták, mert addig nem haladtam, hanem a Fradi kezdőponttól. Akkor viszont itt ment a vasút. Így. Itt jöhetett a vasút, akkor ez egy bevágás volt, és akkor így ment tovább egyenesen arra. Na, még itt visszamegyek, megnézem, hogy hátra találok valamit.
De akkor itt megmaradt egy szelvénykő. Na, ez már egy nyom. Ezen már lehet indulni. Akkor valószínűleg itt nyílegyenesen jött erre. Akkor azok az oszlopmaradványok se véletlenül voltak ott, szerintem. De akkor itt ment a vasút. És ott a háttérben már látszik a kórház épülete. Akkor végül is most már nyomon vagyunk. Így van. Itt van a vasút, viszont más látható nyoma nincs. Én most megint bekapcsoltam egy GPS-t, ez egy útvonal rögzítőt, úgyhogy én most meg tudom nézni, hogy mennyit jöttem. Oké, erre. És akkor nagyjából ott a gazon keresztül vezethetett a vágány. Jó, megvan, akkor így most sétálok a vasútvonal mentén. Ennyi, de. Hát ilyen apró dolgokon múlik ilyenkor. Tényleg, ez az egy ott maradt szelvénykő. Ez nyomra tudott vezetni. És itt is, itt ez a domb, ez egyébként szerintem mesterséges. Itt szerintem, amikor ez a lakótelep épült, akkor ugye, amikor az alapokat meg mindent kiásták, és akkor ezt a sok földet itt felhalmozták, és így kellett ezek a dombok. Ez majdnem minden lakótelepnél van ilyen, tehát mondjuk ott, ahol én lakok, a Füredin is van, legalább kettő. De van egy ilyen hatalmas Újpalotán, van a Városligetben is egy, bár szerintem az nem emiatt, vagy ez nem így épül, de ott is van. Ugye általában az ilyen pesti lakótelepek mellett mindig van egy ilyen nagy domb. Ez pedig nyilván amiatt lehetett, ugye rengeteg panel épült ott szembe, az látszik is. Tehát mindenki kiásták az alapokat, megépültek a házokat, az rengeteg föld, amit kiástak, ott maradt. És mint a legénye a filmben, mit csináljunk vele, Béláim? Hát csak itt nem azt találták, hogy ások egy gödöt és beleszórjuk. Az a filmbe se vált be, hanem itt inkább az, hogy akkor hagyjuk ott egy kupacba, és lesz ott egy domb. Nem szabad az ott senkit. Itt arra mehetett tovább a vasút, majd szerintem lesz még egy szelvénykő ott a távolba. Ez rengeteg személytelepet. Hát igen, ez a vasúti töltés már csak erre jó, hogy személytelep lerakónak használja. Ennyi pet palasztok, ez van itt minden. Hát menjünk tovább, hát ha találunk még itt valamit. Ezek biztosan a vasúthoz tartoztak, ezek a nagy betontuskók. Na, azt nézzétek, itt van valami patak, vagy folyó, vagy csatorna, vagy hasonló, és itt ezen a hídon jött át a vasút. Ez még megmaradt tárgyi emlékként, hát minden ilyen sok itt se látszik. Nem is megyek közelebb, mert nagyon csúszik a part. És itt a vasút erre mehetett tovább, itt egyetlenesen. Itt szerintem, itt látjátok ezeket a köveket, szerintem ez még az ágyazatból maradt. De itt teljesen jól követhető a nyomvonala. Itt megy nyíl egyenesen. De szelvénykövet vagy mást azóta se találtam, ami arra engedne következhetni, hogy nézni, hogy itt valaha vonat járt. Viszont szerintem ott. Nézzétek csak azt a táblát. Igen, ennyi emléke maradt. Már közben már Pest Erzsébet emlék, és ugye a vasútsor. Tehát itt az utcanév az, amit már korábban is említettem, hogy az utcanévben még megvan ez, hogy itt bizony vonat ment valamikor. Hát akkor egyenlőre ennyi, majd jelentkezem még, ha találok valamit. És még egy szelvénykő. Ez bizony a hatos. Szokás egyébként így vasutakta is, hogy a kerek szelvénykövet ilyen nagyobb számmal is megjelölik. Tehát ez pontosan 6 km, tehát látszik, hogy csökkent. Tehát a 64-es volt, amit megtaláltam.
ez a 6-os, tehát most kereken 6 km-re van a kezdőponttól, vagy hát vagyunk. Akkor ez nyilván megy el. Általában a szelvénykövek azok kisebbek, viszont azt más vasútvonalakon is láttam már, hogy az ilyen egész szelvénköveket azt rendesen kiírják így egész számmal, nagyba. És még akár ilyen nagyobb kőköveket is kiraknak. Hát akkor biztos, hogy... Ilyen, és kb. Az a 400 méter is reális, mert annyit jöhettem az előzőtől. És az is biztos, hogy a Burma erre jött, tehát innen volt még 6 km a Fradiig. Hát itt már kicsit beépült a környék, Mátyás király tér. Itt van valahol a 99-esnek a végállomása is. És a vasút az itt ment valahol. Hát itt még egész jól nyomon követhető, hogy merre. Később már nem annyira. És előbb-utóbb bele fogunk futni az M5-ösnek a töltésébe, vagyis hát magához az autópályába, és ott már nem lehet, mert ugye a töltésre épült maga az autópálya, úgyhogy addig lehet. Mert az a 6 km az még úgy lehet is nagyjából, úgy reális, mert gondolom bele számít egészen addig, hogy a Fradiba is azért ki tudja, hogy honnan kezdték el, vagy valaki ágazás, de a Fradin belül is még lehet. Itt, hát voltak is itt szelvénykövek, azokat már szerintem kiszedték innen. De hát haladunk tovább. És igen, ez a Mátyás király tér. És ott van egy buszmegálló. Az a 99-esnek szerintem a végállomása lesz. Vagy majdnem a végállomása, igen, ott jön a 99-es. De itt már szerintem vissza a Blaha fele. És ott megáll. Ez a kultúrát kiadnék a 99-es járatnak. Ugye a Blahától a határútig meg a gettó járat. Hát a töltés már nincs meg. Azt már gondolom, hogy itt, amikor volt itt egy tereprendezés, akkor azt elszántották, vagy hát így eldózerolták. De a vasút erre jött. Hát követjük, ameddig tudjuk. Mert szerintem minden már csak az autópályától fogok újra kamerázni, mert addig itt nem sok értelme van. Hát itt vagyunk. Szerintem itt befutott a vasút, és itt a kerítésen túlment. Ott, ahol most az a futópálya van, én arra tippelném, hogy ott. Egyébként itt a ház sarkán is kint van még a vasút sortábla, hát nézd. Csak azt már elhagy, nem tudom megmutatni. De egyébként itt még mindig a vasút soron vagyunk. Itt azért mutatja, hogy hol ment a... Ja, ott van. Ott van. Érjétek meg, vasút sor. És szerintem itt ment tovább a vasút egyenesen. Ja, itt. Itt pont a futópályán lehetett szerintem, de hát most nem tudjuk így követni, csak mellette. De megpróbáljuk. Na vissza a vasútvonalra. Egyébként igen, ott látszik, hogy egy sportpálya vagy valami hasonló. Van, épült ott rá a töltésre, egyébként itt megyünk. Hát ez, ugye, eddig is, ahogy láttok, ott főleg kutyafuttatóként funkcionál itt a volt vasúti nyomvonal. Ez itt sincs másképp. De itt legalább nagyjából lehet rajta haladni. Én úgy emlékszem a térképről, de most meg is tudom nézni, mert nálam van a telefon, hogy itt egyenesen ment végig, és ott egy ilyen íves kanyarral ment az M5-ös autópálya volt, és hát ott, ahol most az autópálya van, de régen ott vasút volt. Mert látszik, hogy fáradok. Majdnem 5 kilométer gyalogoltam. És utána egy ilyen, szintén egy ilyen ívvel ment be a Fradiba, és ott a csatlakozó vágány még megvan. Na, meglátjuk.
Na, ilyenkor kell egy kicsit puskázni. Itt vagyok most, és akkor innen már nem messze van az autópálya, és ott van a besatlakozás a Fradival, nem tudom mennyire látszik, meg kellene úgy tartani, hogy látszódjon. És egyébként ami érdekes, hogy az 51-es villamos is itt jött, tehát ott közös nyomvonala lehetett, vagy hát ugye egymás, nem közös, mert nem beszélek itt hülyeségeket, hanem egymás mellett ment a 51-es villamos, meg a kis Burma. És mind a kettőnek a végzete az autópálya építés lett. De igen, ott az ív, az látszik is, ami a térképen, és akkor a villamos az ment tovább egyenesen. Nem titok, és szerintem mondtam, hogy az 51-es villamost is tervezem már majd bejárni. De akkor legalább tudjuk, hogy, hogy eddig vagy akkor közös nyomvonal, de az 51-es villamos az pont ugyanúgy nem lehet bejárni teljesen, mert az autópálya ráépült a töltésére. Viszont a vasút az így jövetett, így, itt vett egy ívet, és kanyarodott rá az autópálya töltésére, de közben legalább elment a nap. Szembefény nélkül tudok videózni. És mindjárt ott vagyok. Itt valószínűleg azért nem látszik már semmi az egykori vasútból, mert jóval korábban elbontották. És azóta meg már be is épült valamennyire. Meg hasznosították másra a területét. És az ott a háttérben már az autópálya ott az zajvédő falaknál. És ott annál a benzinkútnál. Ott érünk vissza. És akkor mellette a töltés mellett tudok menni egészen. Majd még megmutatom, ott a Fradinak a bejárata azért megvan, mert azt egészen a 3-as villamosig kihúzóvágányként használják. És az a mai napig aktív az a terület, úgy mondva. És mindjárt ott is vagyunk. Igen, itt a benzinkút. Hát a benzinkúton rajta ment a töltés. Ez így biztos. És akkor itt valószínűleg akkor két simpárt ment egymás mellett. Az egyik az 51-es villamos volt, a másik meg a kis Burma. Ott, ahol az a busz megy nagyjából ott. És itt vette egy évet, ott ahol most a benzinkút van. Azon keresztül kanyarodott rá az autópálya nyomvonalára. Az 51-es villamos meg ugye egyenesen ment tovább. Ott, amerre az autópálya megy, arra. Most sétálok nagyjából a töltésen, itt középen, itt ment a vasút, valamikor. Így. Keresztül a benzinkúton, és rá az autópálya nyomvonalára. Az 51-es villamos meg ott arra ment, amerre a kereszttábla jelzi, meg amerre az autó megy. De az is egy kicsit beljebb. Nem itt, hanem nagyjából ott szerintem a szemközti sávba. Itt kanyarodott el egészen a... Hát szerintem nagyjából ott a két sáv közötti gazik. Nagyjából ott mehetett. Ó, egy Flixbusz. Meg egy dapkos. De szerintem ott valahol ment. Így. És itt egy ilyen ívben kanyarodhatott föl. Nem hiszem, hogy sok köze van a Burmához, de ez itt egy vasúti sínszál a kerítésbe, és van ebből egy picit több is. Hát, csak egy kis érdekesség. Nem hiszem, hogy a Burmához bármi köze van. Egyébként most így mellette jövök. Ez az épület az úgy tűnik, hogy lakatlan. Itt jövök mellette. Hát itt van egy-két busz megálló, de más nem. És ez itt az ajvédő falon túl meg az M5-ös.
Igen, mert valahol a fal túloldalán, ott a két sáv között mehetett a vasút. És innen nyílegyenesen kell menni, és majd egy évvel csatlakozik be a Fradiba. Na, megérkeztünk nagyjából a pontra, ahol a Burma az vett egy ívet, és befordult a Fradi fele. Az valahol ezen a környéken van, itt hagyhatta el a töltést. Hát ennek látszatja, van itt csak szóra. Az 51-es villamos meg ott arrafele tovább ment egyenesen, a Burma pedig valahogy így fordult ide be. Itt, ahol ez az út elfordul, nagyjából annak a nyomvonalán ment a Burma. És szerintem hamarosan látni fogjuk a becsatlakozást is a Fradi fele. Már lassan ott vagyunk. Nyomai már nem maradtak. De az autópálya töltését itt hagyta el. És majd ott nagyjából, ahol ott az út végén, ott lesz a még mindig üzemelő kihúzó vágány, amin keresztül bement a Fradiba. Na majd azt meg fogom mutatni, ha odaértem. És itt is vagyunk. Ott nyílegyenesen ment be a Burma, ami mindig meglévő kihúzóba. Ugye itt lehetett valahol átmenni. Most nem jön semmi, átmegyünk. És ez itt az érdekes még. Ezt nézzétek. Ez még a vasúthoz tartozhatott, tehát itt lehet, hogy egy sorompó volt, és akkor annak a tartója, ott a sorompó útnak a tartója. Azt még el tudom képzelni. És innen jöhetett, és ott, ahol a busz elmegy, ott van szembe. A kihúzóvágány, de mindjárt átmegyek a túloldalra, és most megmutatom. És át is jöttem a túloldalra. Ott voltam az előbb, és ott van az a sorompó tartónak kinézé valami, és ugye itt a vágány, egészen idáig, ott már látszik, és itt a földkúba végződik, és bizony ott ment tovább a kis Burma, így erre, és ezt pedig már a kihúzóként meghagyták, de ez bevezet a Fradiba. Tehát elég sokáig el lehetne menni. Egyszer már jártam is erre. De ez már itt félig meddig üzemi terület, itt nem tanácsos nagyon mászkálni. És ezt viszont néha ezeket a vágányokat használják. Kihúzóként azért is van megtartva, itt is van egy. Egészen idáig itt is van egy. És hát akkor ez ennyi lett volna ez a kis Burma bejáró videó. Úgyhogy akkor szintén itt vagyok a Fradinál. Hát szintén köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljátok, ha tetszett. És lesz majd az 51-es villamosról is videó, aminek a végállomása, a volt végállomás egy picivel odébb van. Az ott valahol errefele van. A nyomvonal meg részben fedi ugye a benzinkútig a kis Burmát. De egyszer majd azt is be fogom járni. Úgyhogy hát akkor ezzel itt ezekkel a képekkel itt búcsúzok is, és akkor sziasztok is. Legközelebb a következő videóba. Mutok, mert biztos lesz még az 51-esedésnek. Csak idő kérdése. Úgyhogy sziasztok.